a legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól, pedig egy lakott fészek 6 kg rovart jelent. Ennyivel kevesebb rovart tud csípést okozni vagy kárt tenni a haszon növényekben. A fecskeállomány összeomlásában döndő szerepet játszik többek között a nagyüzemű mezőgazdaság, a klímaváltozás, a fecskefészkek leverése és a szunyoggyérítésnél használt hatóanyag, mely a fecskék táplálékbázisát is érinti azt tudjuk az állomány csökkenési adatokból, hogy Magyarországon az elmúlt 12-13 évben augusztusban kb. 2 millió fecske hiányzik az országból. Ez azt jelenti, hogy a nyakunkon marad 2 millió kilogramm, 2000 tonna repülő rovar. És akkor mit csinál az ember? Beveti a kémiai idegmérgeket, amik mindent legyalulnak. Tehát elemi érdekünk egyrészt gazdasági érdekünk, másrészt egészség, sőt életvédelmi érdekünk, hogy a fecskék megmaradjanak. Lakott fészkek mellé érdemes nagy számban kitenni műfészkeket is. Ennek elkészítéséről a Madártani Egyesület honlapján videós segítség is megtalálható. Ha nagyon száraz a tavasz és a koranyár, érdemes sárgyűjtőhelyeket helyeket is kialakítani. A fecskefészkek leverésének hátterében szinte mindig az ürülék potyogás áll, pedig könnyen lehetne kezelni a problémát. A fecske Pelenka az egy körülbelül jó másfél arasznyi, tehát mondjuk olyan 30-35 cm széles fafém vagy műanyag lap, amit körülbelül jó másfél arasznyi távolság a fészek alá kell felhelyezni. Ez kihelyezhető egy fészek alá, de egy nagy fészek terep alá is. És akkor az ürülék nem a járdára, az erkére, a tornácra, az ablakpárkányra fog potyogni, hanem ide, itt beszárad, semmiféle szaga nincs, semmiféle élős nem van, és akkor, amikor elvonultak a fecskék, akkor ősszel télen ezt egy mozdulattal ö, le lehet innen takarítani. A legfontosabb, hogy minden meglévő fecskefészket értéknek kell tekinteni és meg kell óvni. Bár a fészkeket leverni tilos, ha házfelújításra vagy szigetelésre kerül a sor, a költési időszakon kívül március 31-ig engedély birtokában a jogszabály lehetővé teszi a fészkek eltávolítását.